Szeretettel köszöntelek benneteket itt az Abcsel ma online Zoom összejövetelén. Nem tudom milyen. Lalit, Emilt, Lilit, Gábort, Petit, Marikát, Petit, ki van még? Nem mondom meg. Mondtam. Jaj, Laci. Nem mondom. És hát nem az az örömhírünk, hogy most Zoom-ban vagyunk, de úgy döntöttünk, hogy ezt a mai estét így csináljuk, aztán majd meglátjuk, hogy hogyan megyünk tovább. Az én terveim szerint azért szeretnénk mi hamarabb visszatérni a személyes találkozásra, de most úgy döntöttünk, hogy ezt inkább online bonyolítjuk, és azokat is nagyon nagy szeretettel köszöntöm, akik majd nézitek ezt az Abcsel ma következő adását. Ez mai dolog, hogy tegnap itt lefeküdtem, és nyitottam az ablakot. És indikó később jött, de azért elég hűvös volt, és ott jött rá hideg. És egy kicsit úgy tudod, amikor úgy arra ébredtem, hogy egy kicsit le van fagyva itt az oldalam, ez semmi baj nincs ezzel egyébként. Csak reggel mozdultam egy rosszat itt a párnán, és nem bírt. Fejemet meg kellett emelni, amúgy is jó nagy, és nem tudtam arrébb rakni. Vagy hát arrébb tudtam rakni, de nagyon fáj. És aztán eszembe jutott, hogy mindig én beszélek erről az ellenállósdíjról, és akkor mondom, de hát nem fogadom el, mert ez tény, hogy most ez fáj, meg beállt, de az igazság meg nagyobb, mint a tény. Ugye? És igyekeztem az igazsággal letaposni ezt a tudod, és akármikor hozzászóltam, mindig, tehát érezhetően belebeszélés nélkül, tehát megmondanám, ha nem így van, meg nem mondanám az egészet, ha nem így lett volna, mindig jött egy ilyen megkönnyebbülés, és elment a fáj. Nem azt mondom, hogy teljesen érzéketlen, de így nem tudtam már megmozgatni. És tényleg óriási erő van abban, hogyha tényleg elhisszük azt, hogy ugye, ahogy az Úr a szavával adja fel a mindenséget, hogy ezt a szót adta ide, hogy mi használjuk. Tehát ezekre a dolgokra, többek között, nem csak ezekre, de most nem azért, mert sokszor az a csapda, azt vettem észre, hogyha tudom, hogy mitől jön egy, ezt már beszéltük sokszor, hogy mitől van egy probléma, mondjuk valaki megfázik, és akkor beállítás ezt minden, és akkor jaj, hát igen, nem öltöztem fel, de az tök mindegy, ezt Jézus sose kérdezte, hogy miért voltál ilyen hülye, hogy kizúrták a szemed, vagy szóval ilyeneket nem kérdezett senkitől, mit akarsz, hogy cselekedjen. Amikor hátam mögött van, elfelejtem, amikor előttem van, nekidől, úgyhogy többször is nekidőltem ma, és nagyon jó, nagyon, nagyon üdítő volt, hogy sohasem éreztem azt, hogy ilyen csak úgy egy szó úgy kimegy, hanem kijött, és egyre jobb lett, tényleg egyre jobb lett. Az az igaz, azonnal teljesen jó, de mindenképpen nagyon nagy élmény, hogy amikor nagy fájdalom van, biztos voltatok már ilyenbe, és akkor kimondasz valamit, és megkísért a gondolat, hogy hát most ez csak egy szó. De nem igaz. Nem igaz, mert szót kell fogadni ennek a testnek, azoknak a szavaknak, amik a szívedből jönnek, ugye a Szent Szellem adja. Hit nélkül lehetetlen az Úrnak tetszeni, de mivel hiszünk, azért szólunk. Noha igaz, igen, megaláztatott voltam. De mindegy, szóval ezzel szeretnék mindenkit buzdítani ezúttal is, hogyha bármilyen fáj, szóljon hozzá. Ahhoz szóljon, lehet könyörög, ne értsetek félre, de azt mondja Jézus, ha azt mondod ennek a hegynek, ő mindig szólt a problémák, légy egészséges, gyógyulj meg, láss, haj, meg mit tudom én, effattal nyilatkozzál meg. Tehát sose az volt, hogy jaj, de jó lenne, hogyha ott a Lázár sírjánál, és aztán tudom, Matyám, hogy te mindig meghallgatsz, csak miattuk mondom. Tehát egyébként Lázár gyereki. Értitek? Annyira jó, mert ez minden. Most, hogy mondom, még jobb. Jó, ennyit szerettem volna. Ez tényleg, ez friss, ez biztos. Nagyon jó. Egyébként én nekem reggelent, amikor kiülök a nappaliban, és hajnal, tehát ott imádkozom, most az ige úgy beugrott erőteljesebben, ott szoktam imádkozni azokért, akik szükségben vannak, meg betegek, meg ilyesmi, hogy az Ézsaiás 53-ban ott egész konkrétan azt mondja, hogy a betegségeinket ő viselte, és a fájdalmainkat ő hordozta. És én bennem is pontosan az volt, és úgy megelevenedett a hitem, hogy hát ha ő viselte, ő hordozta, másik helyen azt mondja, hogy ő vette el az erőtlenségeinket, ő vette el a betegségeinket. Most ha elvette, és elhordozta,
és ő viselte, akkor nekem nem kell viselnem, nekem nem kell hordoznom, és már nem az enyém, mert ő elvette. És igen, helyette az igen van, hogy az ő sebeiben meggyógyultam. De ez az az igazság, hogy ezt én már nagyon régóta tudom, hogy ez van ott megírva. De éppen az az érdekes, amit te is mondasz, hogy amikor benne van az ember egy ilyen helyzetben, hogy valamilyen fáj, vagy nézi a lábkörmét, hogy gombás, vagy mit tudom én, a kezét, hogy ekcéma van rajta, vagy érted, szóval nézi a problémát, hogy akkor le tudja venni a tekintetét, illetőleg a Szentlélek ebben segít, és ő hoz mindig valami aktuális igét, például most ezt, hogy ő vette el, ő hordozta, ő viselte, és akkor nekem nem kell, és hogyha ez beesik, tehát hogyha a Szentlélek beesik, és akkor az emberben létrejön egy plusz hit azon túl, hogy hát jó, hát megvan írva, tudjuk, egy plusz aktuális hit arra, hogy akkor tud szólni annak a nyakfájásnak, akkor tud szólni annak a nyavaj a korságnak, mert a figyelme, a gondolata azzal azonosul, amit Isten mond. Igen. És akkor a megvallás főpapja is működésbe lép, és így történik szerintem, így történnek a gyógyulások. Csak sokszor igen, meg sokszor valaki... az... Ja. Mondjad. Nem csak annyi, hogy észrevétlenül teljesen jó szándéka, mást mondunk, mint amit az Úr mond egy adott helyzetre. Nem azért, mert nem úgy van, viszont az a más, az nem visz előré. Az maximum megszilárdít abban, vagy nem az, hogy megszilárdít, még esetleg meg is vigasztal, de ki nem ránt belőle. És mert tényleg nehéz, az, tehát nem úgy nehéz, ezt sem akarom így erősíteni, hogy nehéz, mert nem nehezebb jót mondani, mint rosszat, csak olyan úgy érzi az ember, hogy most ilyen képmutató, vagy hogy most csak úgy beszél a levegőbe, hogy közben már alig vonszolja magát, és akkor azt mondja, hogy de én egészséges vagyok. Holott Jézus ezt mondja, hogy az ő sebeibe meggyógyultunk. És amint ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. És hogyha ezt elkezdi az ember mondani, de nem papagájkodásból, tehát nem csak egy ilyen a megvallás, hanem hogy tényleg rászorítani az elmét, mert igazán itt a két fül között zajlik a nagy csata, mert hát, hogy miért mondjam, hát akkor hazudok. De nem igaz, mert az a hazugság, hogyha nem azt mondjuk, amit az Úr mondott. És egy idő után, minél előbb, annál jobb, de összekapcsolódik, a Krisztus értelme bennünk van, ő mindent tud, a Szent Szellem bennünk van, ő nem mondja nekünk azt, hogy majd meggyógyít az Úr, hanem azt mondja, hogy már meggyógyított. És amikor ez itt az agy összekapcsolódik a szellemmel, a szívvel, akkor egy olyan egység jön létre, hogy a test már nem tud mit csinálni, szót fogad szépen, és akkor kisimulnak ezek a dolgok. Az, hogy hogyan, azt nem tudom. Sose tudom, hogy gyógyultam meg, tehát hogy mi történt, csak azt vettem észre, hogy puss. És az biztos, amit mondasz, ez a kijelentés, hogy itt van a nagy gát igazán, mert a szívünkben beírta azt, mondja, az ő törvényet, azt mondja, a szívükbe írom be azokat, meg új szívet adok, új szívet, stb. És az elme megújítása, azt mondja, gondoljátok, hogy meghaltatok a bűnnek, de nem csak, hogy a bűnnek, hanem a betegségnek is. Azt mondja, Isten igazsága vagyok, és Isten egészsége vagyok a Krisztusban. Hogyha ez nincs sehol, de olyan jó, hogy még rímel is, de ez benne van az egész, egy csomagban, és amíg olyan távoli, addig olyan távoli, de amikor közelebb jön, akkor egyre inkább egy jó módon felzaklatja az embert itt belül, hogy hát ez tényleg ennyire igaz? Teljesen komolyan gondolta? Igen! És akkor ez nem egy ilyen öngerjesztés, bár azt mondja, gerjeszt fel a Szent Szellem benned való ajándékát, stb. Tehát ezekre, hogy az ember odanéz, és nem hagyja magát kizökkenteni, még olyan, hát ugye fájdalom az arra van, hogy kizökkentsen, meg hogy rosszul, tehát pont, hogy levegye a szemünket. A sértés, a harag, meg minden, igen. Fájdalom két dologra lehetséges, vagy ezek a támadások. Az egyik, hogy az ördög azt szeretné, hogy levegye a szemünket. Az Isten meg azt szeretné, hogy ennek ellenére mi a bizodalmunkat és a hitünket ő felé fordítsuk, tehát a körülmények ellenére is ő rá figyeljünk, ő rá nézzünk, ő nála keressünk megoldást, ő hozzá meneküljünk, és amikor ő hozzá menekülünk, akkor ő kibocsátja a szavát. És igazából én nekem az a véleményem, hogy ezek a dolgok, és mindenféle ilyen dolgok arra valók az életünkben, hogy harmóniába kerüljünk a gondolkodásunkban, a beszédünkben, az érzéseinkben, Istennel.
És mi fejezi ki a gondolkodásunkat? Az, amit mondunk. És valóban, mert itt az a nagy gáz, tudod, hogy amikor megvalom hittel, hogy nem vagyok ott, ahol vagyok. Tehát ez van egy ilyen fanatizmus, hogy de akkor megvalom, és akkor megy ez a rohadt erőködés, ez a megvallás teológia, és ez nem vezet sehova. Mert nem arról szól a dolog, hogy mit csinálsz, hanem arról szól, hogy ő mit csinált, és én, hogy ő vele kapcsolódok, és őtőle jön a Szent Szellemtől jön egy megelevenítő fuvallat, egy szó, egy igazságnak a kijelentése, és amikor annak alapján cselekszünk, Isten ezt akarja, mert akkor igazából a gyógyulás meg a baj az csak arra eszköz az Isten kezében, hogy közelebb kerüljünk, és újból közelebb kerüljünk ő hozzá. És vele egyé váljunk ilyen módon is. Hát igen, egy lehetőség, az biztos. Hát csak én régen mindig, nem ti, de mondtak ilyeneket, hogy egész jó, hogy Isten adja ezeket a dolgokat, tudom, ezen már túl vagyunk, mert az egy jó dolog, hogy ott meg... Jó, belekerülünk egy helyzetbe, most mindegy, hogy honnan jön, nem mindegy egyébként, és abban a helyzetben csodálatos dolgok tudnak elvégződni az emberbe. De azért mindig az nagyon jó, hogy azt tudjuk, hogy az egy ellenség. Tehát amikor az egészségeddel, tehát mi egészségesek vagyunk, Jézus Krisztusban meggyógyultunk. De most, ha ennek valami ellentmond, az semmiképpen nem az Úrtól van, de csodálatos eredményeket hozhat az Úrral való kapcsolatban. Ha az ellenségnek látjuk, és tudjuk, hogy nem az van, ő nagyon szeret minket, velünk van, mellettünk van, és azt akarja, hogy legyűrjük. Tehát, hogy annak álljunk ellene, nehogy azt higgyük egy picit is, hogy ő most ezt, tehát érted, tehát nagyon-nagyon-nagyon vékony ez a mesdje, hogy ő akarja ezt felhasználni, mert szokták ezt mondani, amikor nem múlik el valami, akkor, hogy az Úr akar így megtanítani valamire, tudom, mert nem itt jellemző, azért ez már régebbi dolog, meg máshol ez még dívik erősen, csak akkor egy icipicikét az Úrba vetett bizalom, az olyan furcsa lesz, olyan relatív, hogy most tőle van, és akkor, mert hogy állsz ellene valaminek, ha nem tudod, hogy most ez kitől? Tehát, hogy most az tényleg egy ellenség, és az Úr is azt mondja, hogy most vágd pofán, ne hagyd, mert az azért jön, mert a betegség, az ott a Mózesnél le van írva a törvényben, hogy a betegség az azért jön, meggyengítsen, ezért aztán jól meghalljál. Tehát semmi másra nem jó. Tehát Isten azt akarja, hogy egészségesek legyen. Nem véletlenül gyógyított meg Jézus mindenkit, független attól, hogy milyen jó fej volt, vagy nem volt jó fej. És ha ez megvan, ez a bizalom, tehát, hogy minden körülmények között az Úr velem van, hogy annak ellenállja. Attól erősödik ám az Úrba vetett bizalom, hogy te ellenállsz és sikerül, mert tudod, hogy természetes szinten nem állhatnál te bárminek ellene, úgyis tudod, nézd elefánt, hogy döng alattunk a hit, szóval erről van szó, csak mindenképpen az a kisegér is induljon el, mert akkor jön vele az elefánt mindenképpen. Az ne legyen, hogy akkor most jön, vagy nem jön. Most akkor, de hallottam sok ilyet, nem itt közöttünk, hogy az Úr akarja ezt, hogy még az Úrtól volt, hogy még egy fél éves kezelés, meg mit tudom én, és szegényként már nincs azóta közöttünk, mert ez a fajta ilyen elodázása a dolgoknak már egy gondolatban, az egy nagyon olyan távtalajta, de tehát hosszan elnyúló csatákat viszonylag nehezebben nyeri meg az ember. Jézus se molyolt sokat ezekkel a dolgokkal. Azon a figyelj! Tehát azt akarta, hogy lássák, hogy Isten akarata az, mert az, amit az atyától láttam, azt csináltam, meg amit hallottam, azt mondta, azt akarta, hogy nyilvánvaló legyen, hogy Isten picit se akarja azt, hogy mi szenvedjünk. Tehát ilyen öncélúan, hogy így most betegségbe. Más az, amikor üldöznek az Úrért, meg rosszakat mondanak, meg szidnak, meg mit tudnak, köpködnek. Az se esik jól, de az tudod, hogy az végül is az üldözésekkel együtt. Tehát az áldás sorozatot, amit Péter kérdésére válaszolt Jézus, megkaptok mindent százalni, stb. Üldözésekkel együtt. Tehát ezt nem lehet kikerülni, sőt, akik kegyesen akarnak élni, ugye üldöztetni fognak, de ezek a dolgok, függetlenül attól, hogy milyen siker szinten vagyunk ebbe, de egyáltalán nem mondom, hogy már elég, csak mindig felbuzdulok azon, hogyha ezt így a helyére sikerül itt tenni fejbe, egész másképp állok hozzá. És nagyon rászeretek közben az Úrra, hogy ez nem tőle vett. Ő annyira jó, hogy ő azt nem akarja. Még sokkal jobban nem akarja, mint amint én még képes vagyok esetleg úgy együtt élni vele. Ő nem akarja, hogy együtt éljek vele. Ne vigyél be a te házadba semmit. Jó, hát ez másra mondta, de
ki kell ezeket rúgni? Fogjátok meg a rókát, de jön a róka, agyon kell. Jó, 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 Laci, Laci, akkor most aki, ne, aki, aki nem gyógyul meg azonnal, akkor az ás el magát a felszerelése, meg kevés volt a hitel, azonnal, ezért mondom. Igen, csak nem mondom. A kitartás az egy óriási erény, csak az a lényeg, hogy tudjuk, ez ne változzon meg, ne legyen egy ilyen teológiai váltás a tapasztalatokhoz igazítani a hitet, hanem tudjuk, hogy Isten akarata az, hogy egészségesek legyünk. Ha valami miatt ebben még nincs teljesség, az nem azt jelenti, hogy ő elhagyott, valami akadály van. De nem azért, de károsztatása legyen senkinek, nem az, hogy most ő a hibás, vagy XY, akkor már inkább verjük az ördögre, de mindenképpen, tehát Isten nem akarja ezt. Mert ott szokott bejönni, én nagyon sok embertől hallottam, így burkoltam, vagy nem burkoltam, meg az Úr félig meggyógyított, meg ilyen hülyeségeket hallottam, holott ugye Jézus sebeivel meggyógyultunk. A villámhárító egy idő után oda kerül Jézusra, hogy nem segített. Na, tessék, ez van belül. Aztán szépen szakrálisan megvan ez fogalmazva, de belül ott a szembe a szomorúság, hogy hát akkor most nem is tudom, mi van, most szerete az Úr egyáltalán. Tehát ezek nem mondják ki már igényes hívők, de ott igényes ott hívők, a igényes hívők éveken át küszködnek mindenféle dolgokkal, amikből meg vannak váltva. Tudom, igényes, komoly igen. Hívők, akik tudom, maguk persze. Hite és becsületesen igyekeznek gyakorolni a hitüket abban, hogy elvégeztetett és meggyógyultak Jézus sebeiben. És igen. Nem tapasztalják meg ezt, és akkor mit mondunk nekik? Teljesen jó. Mert azt mondjuk nekik, hogy nem vagy elég fanatikus, attól ők nem fognak jobban hinni. Tehát az a legrosszabb verzió, amikor x év után az emberben, ahogy mondta Laci, megszületik az a kimondatlanul vagy kimondván az a konklúzió, hogy ez Istenen múlik, és valamilyen nem akarja. Tehát ezt kell elkerülni. Az, hogy egy háborúban vagyunk, és megtámad az ördög, így úgy, amúgy, akárhogy, az egy tény. Nagyon sok hívő elkapja a Covidot is, meggyógyul belőle. Nagyon sok hívő nem kapja el a Covidot. Tehát, hogy ilyen módon nincs különbség, de aki elkapja és fél évig küzd vele, az nem mondja azt, hogy ez azért volt, mert az Úr nála így akarta. Mert ezt nem lehet levezetni Jézusból. És ez minden betegségre igaz. Tehát, hogy igen, különbözőképpen dolgozzuk fel, gyűrjük le ezeket, de szerintem a közös nevező ott van, hogy amit mondtál az előbb, hogy nem magunkra nézzünk, hanem végig arra nézzünk, amit Jézus elvégzett, és ha ez meg tud valósulni, akkor előbb-utóbb az ember meggyógyul. És van, aki nem, igen, tudjuk sajnos, hogy sok ilyen van, de hogy attól még szerintem az nagyon fontos, hogy az nem változik meg, hogy mi Isten akarata. Tehát ha az Isten akaratát abból szűröm le, hogy a kedves ismerősöm, barátom, hívő, gyülekezeti társam 40 év alatt végig, amíg ismertem, ugyanazzal a betegséggel küzdött, ha ebből próbálom Isten akaratát visszafejteni, akkor az egy hamis pénz lesz. Tehát akkor az nem az eredeti. Azzal együtt, hogy a másik nagyon rossz dolog, amiben szerencsére nem szoktunk már beleesni, hogy akkor elkezdjük önmagunkat meg a másikat rá helyezni a hangsúlyt, hogy na, mit csinált rosszul. Tehát igazából, ha magadat kezded el nagyon analizálni, akkor persze, az ugye már rossz, persze. Mert onnan már csak a saját hibáid, meg gyengeségeid, meg erőtlenséget, kesztelenséget, de mégis, amit itt például mond a szerző, hogy arra figyeljetek, hogy ne dobjátok el a bizodalmatokat, tehát az Istentől való pozitív várakozást, azt, hogy tőle jó fog jönni, ezt ne dobjuk el, mert sokszor békességes tűrésre van szükségünk, és az Isten akaratának cselekedésére, hogy elnyerjük az ígéretet. Tehát, hogy én itt tudok egyet érteni, semmiféleképpen, ha már kárhoztatás felmerül, az már nem az Úr értelemszerűen. Bennem az van, hogy én nem akarok visszamenni az első osztályba, ha már eljutottam a harmadikba. Tehát mindenképpen a negyedik fele törekszem, meg az egyetem fele. Tehát az, hogy valaki éveken keresztül nem érti meg azt az igét, azt ugyanúgy neki kell erőfeszítést tenni, hogy megértse a szívébe.
akár a gyógyulást, akár értitek. Tehát mindenkinek adott, ott van, és hát ugye én is egy olyan gyülekezetben nőttem föl, ahol ezt tanították, hogy hát a jó Istentől van a betegség, meg az apostolokkal elmúltak a dolgok, tehát stb. Stb. És ezeket le kellett vetközni. Mert ez a régi volt, értitek? Tehát egyszerűen én azt gondolom, hogy a gyógyulást Isten igéből mi megkaptuk, ez egy olyan tény, hogy pontosan a Jézus példája, hogy egy időre eltávozott tőle az ördög. Nem végleg, azt mondja a Biblia, egy időre elhagyta őt az ördög a kísértések után. Tehát állandóan jön kísértés, állandóan valami a szervezetedbe lehet, hogy azt mondja, hogy hú, hát most itt fáj, vagy ott fáj, de én olyankor ugyanazt teszem, amit a Laci megtanultam az évek során, hogy szóljak ahhoz a testrészemhez, és parancsoljak, és mondjam ki azt, hogy az ő sebei által én meggyógyultam. És amikor ezt teszem, akkor utána már azt veszem észre, hogy néhány perc múlva már nincs. Tehát nem fáj a fejem, vagy értitek, vagy többször volt, hogy így éreztem, hogy mint ilyen influenza tünetei jöttek volna ki rajtam, és 5 percet nem várok, hanem én azonnal ellene megyek, és azt veszem észre, hogy nincs utána semmi. Tehát el kell, hogy menjen, mert hogyha mi az Isten igéje által agresszívek vagyunk, és most kimondottan ezt a szót akarom, hogy halljátok, hogy agresszívek vagyunk. Tehát a bűn és a betegség ellen nekünk agresszíveknek kell lenni. Ha nem vagy agresszív, akkor ő le fog téged gyűrni. Akkor maga alá fog gyűrni. De ha én agresszív vagyok, én tudom, hogy egy olyan pozícióban vagyok Krisztus által, nem magamtól, Krisztus által, és hogy ő a lábam alatt van, és hogy ő már le van győzve, az ellenem szóló kézírást már Isten odaszegezte a keresztfára. Én már meghaltam, és új teremtés vagyok ő benne, és ez az új teremtés ellen, értitek, és én azért azt látom, hogy én fölfele akarok menni, nem akarok olyan Pisti kell lenni, aki 5-5-ször járja az első osztályt, mert végülis ki lehet járni 10-szer is, 20-szor is, csak nem jó, értitek, hanem az a jó, hogyha az egyik osztályból tovább lépek a másikba. Egyébként amikor a kórházban voltam, és iszonyatos fájdalmaim voltak, imádkozni nem bírtam. Akkor, amikor befele fordultam, sokszor elmondtam ezt a bizonyságot, befele fordultam a fal felé, és az Ézsaiás 55 úgy jött elém, mint még soha. És azon vettem észre magam, hogy sírok, hogy mennyire fájt ez a fájdalmam, az én fájdalmam Jézusnak. És mondtam, Uram, te ezt minden hordoztad. És ez annyira szívből jött bennem, hogy én ezt nem tudom elmondani, este 10 óra volt, lekapcsolták a villany, és csak ott halkan sírtam az Úr előtt, és reggelre teljesen meg voltam gyógyulva. Amire azt mondták, hogy hetekig nem fogok tudni mozogni, föltették ezt a 3-as, tudjátok, be bele lehet kapaszkodni, és olyan fájdalom volt egy centit mozdulni, hogy és másnap meg harmadnap már Sanyi bácsinak vittem a kávét, megtért a Sanyi bácsi 90. Ordítottál a süket fülébe. Ordítottam a fülébe, és akkor amikor hallották a kortembe, még 3-an megtértek. Azt mondták, nem baj, hogy én is elmondtam magamba, félhangosan mondom, hát dehogy baj. De tehát olyan érdekes, hogy az ő sebeibe, ahogy Feri mondtad az előbb, tudod, hogy hordozta a mi fájdalmainkat. És ezt ebben nem szabad nekünk engedni, mert ez az igazi hit. Tehát mindenkit arra kell bátorítanunk, hogy ezt a hitet fogadja el az ő szívébe. Ezt a hitet értse meg, vagy fogadja be, vagy értitek, vegye be, mert ez a hit, ez ő neki gyógyulást fog hozni, ez ő neki szabadulást fog hozni, ez ő neki megoldást fog hozni. És ugye persze, régen, mondom, nem voltam én ebbe benne.
Tehát én állandóan azt hallottam, hogy türelmesen el kell viselni, amit a Jóisten ad, ha ezt vagy azt ad, és egy frász nem a Jóisten adja. A Jóisten jót ad, benne van a nevébe. A gonosz meg gonoszt ad. Tehát talán nem szabad... Lenne egy annyi észrevétel, ahogy itt hallom, hogy beszéltek, hogy nincs a kettő között szerintem olyan nagy ellentmondás. Már csak arra próbálok reagálni, hogy a Feri felvetette azt, hogy effektív, hogy tudsz konkrétan segíteni mondjuk azon az ismerősödön, aki küzd, és még mindig küzd, tehát akinek hosszabb ideig tart mondjuk egy betegségből meggyógyulni. Mindenféleképp úgy gondolom, hogy az, hogyha olyan információkkal, tehát hogy mondjam, ha valaki biciklizni akar megtanulni, akkor azzal nem fog megtanulni, hogy elmondod neki, hogy ne csináld rosszul, csináld jól, és ismételgeted neki, hogy csináld jól, ettől nem fogja tudni jobban csinálni. De ha elmondod neki, hogy mire figyeljen, ha segítesz neki egyensúlyozni, érted? Tehát a hittel is így van, hogyha valaki benne van egy nehéz helyzetben, egy betegséggel küzd, akkor az, hogy higgyél, az valószínűleg felbosszantja. Így van az pedig... elmédet. Igen. Tehát ez nem segítség. Az valószínűleg felbosszantja. De hogyha az ember érzi belőled az együttérzést, az, hogy te felvállalod ezt a kint, mint ahogy Jézus is együttérzett az emberek, és azt mondja, hogy figyelj, tudom, értem, lehetetlen, hogy ez Isten akarata legyen. És így elkezded neki mondani, felhívni a figyelmét ezekre az Isten szeretetére, akkor anélkül, hogy mondanád neki, hogy gondolkozz helyesen, ahogy hallgatja a te beszédedet, amit valószínűleg a Szent Szellem szól rajtad keresztül, anélkül, hogy észrevenné, hinni fog. Olyan ez, mint ahogy szokták mondani, hogy egy filmnél a videó, a film vágó akkor dolgozott jól, hogyha a néző nem veszi észre, hogy azt megvágták. Mert úgy vannak a plánok összerakva, úgy jönnek egymás után a képek, hogy az agyadba összeáll az egész. Tehát, hogyha mondjuk én is kiállok beszélni X ember elé, vagy négy szem közt beszélek valakivel, tudatosan figyelek arra, hogy ne azt mondjam, hogy csináld ezt, meg ne csináld azt, hanem én beszéljek úgy, hogy ő észre se vegye, de elkezdjen hitre jutni. És szerintem itt van a kulcs, mert az ember nagy buzgóságában is segítséget szeretne adni, és közben nem veszi észre, de a másik megy össze, és ugye ezt nehéz, de tehát ez a művészet, ezt elkerüljük, főleg nyilván minél tovább van benne valaki egy ilyen helyzetben, annál finomabban kell. Mert azzal az igazsággal, hogy figyelj, hát Jézus sebeiben meggyógyultál, ez átmehet úgy is, hogy az ember úgy érzi, hogy szerinted én ezt nem fogadom el, de hogyha ezt sikerül szeretettel átadni, hogy figyelj, gyere, higgyük együtt, imádkozzunk, valljuk meg együtt, figyelj, itt van ez az ige, így úgy amúgy, tehát hogyha az ember tud olyat mondani, amitől a másik észre sem veszi, és amit mondott is a Laci, hogy elkezd felbuzdulni. Tehát szerintem itt van, mert Jézus, akinél minden kijelentés ott volt, valahogy úgy tudta ezt állalni, hogy a többi ember elhitte, hogy figyelj, ha akarsz, meg tudsz gyógyítani. Tehát, hogy nem az jött le belőlük, hogy jó, hát én milyen szerencsétlen vagyok, hogy még mindig ezzel küzdök, hanem valahogy elhitték róla, hogy ha oda jutnak, beszélnek vele, bármit csinálnak, akkor meg fognak gyógyulni. Tehát szerintem itt van igen, tehát ez az empátia szeretet, amivel az igazságot kell mondani, és mondom, szerintem az, hogy kéne ne azt mondjuk, hogy ezt ne csináld, azt ne csináld, hanem már mondani az olyan igazságot szeretettel, amire ő észre se veszi, de elkezd hinni. Talán csak annyit mondanék ehhez, hogy nagyon-nagyon egyetértek azzal, amit te mondasz, Gábor, mert van itt igazából három olyan, vagyis két szélsőség van, az egyik szélsőség a szkepticizmus, hogy hát úgyis sokan meghaltak, meg sokan betegek, nem úgy van ez, hanem mit tudom én, hogy van, és megmagyarázzuk azt, hogy miért nem működik az, amiről Isten azt mondta, hogy elvégeztetett. És csinálunk valami teológiát, ideológiát arra, hogy miért nem. A másik pedig a kárhoztató hangvételben előadott az, hogy miért nem hiszel már, újítsd meg az elmédet, gyakoroljad azt, amit Isten adott, és egy ilyen kicsit szemrehányóan, hogy most már szedd össze magad jellegű
buzdítása arra, hogy gyógyulj meg. És, minden, és ezt nevezném talán ilyen kicsit fanatikus dolognak, és pontosan a kettő között van az, ami a valóságos hit, ami Jézusnak a hite, hogy hát tisztázni kell bizonyos dolgokat, tehát például az, hogy Istennek, mint atyának nem munkamódszere, nem bánásmódja az, hogy betegséget, átkot és ilyeneket ad az övéire. Ezt nagyon fontos tisztázni. Azt is tisztázni kell, hogy az, ami te veled történik, azt az ördög csinálja és támad vele, mert testben vagyunk, és ebben a világban vagyunk, és meg vagy támadva, és állj ellene, és ne fogadd el, és tudjad, hogy az Isten veled van. És ami szerintem a kulcsfontosságú abban, amit te mondasz, és én legalábbis ezt ebben látom, hogy annak a bizonyítéka, hogy mindez az Isten oldaláról megvan, az két dolog. Az egyik a kereszt, és Jézus személye. És amikor őrá fordítjuk a figyelmünket, akár amikor az eszedbe jutott Emil a kórházi ágyon, hogy Jézus sebeiben, és az ő fájdalmakat mennyire ő viselte, akkor te nem foglalkoztál mással, csak az Úrral. És amikor az embernek ő megjelenik, és a figyelme őrá fordul, és mi elkezdünk őróla beszélni, hogy Isten szeretete abban lett nyilvánvalóvá, hogy Jézust odaadta, és az autoimmun betegségtől a gerincbetegségen át, a Covid-en keresztül minden ott volt az ő testén, és ő ennyire szeretett téged, hogy te érted, és én értem, ezt elviselte, és sikerül, amit te mondtál, Gábor, a figyelmet önmagunkról az Úrra fordítani, akkor jön a kijelentés. Én meg vagyok róla győződve, akkor a Szentlélek ezt be tudja a szívbe helyezni. És Istennek az az elsődleges célja, hogyha már az ördög megtámadott bármi ilyen dologgal, akár anyagi területen, akár az egészségünk, akár a családunk, akkor Isten azt akarja, hogy gyere közel hozzám, gyere válasz fordíts, fordulj hozzám, gyere halljál szót én tőlem, mert én kibocsájtom a szavamat te hozzád. És az hitet fog létrehozni, és az a hit az pedig kihoz téged ebből a nyomorúságból. De ezt nem mi működtetjük. Mi nekünk csak annyi a dolgunk, hogy nem dobjuk el a reménységet, mert tudjuk a bizodalmat, mert tudjuk, hogy nagy jutalma van. És a hit és békességes tűrés által örököljük az ígéretet, és kapaszkodunk, és ragaszkodunk, és őhozzá megyünk. De nem mi csináljuk ezt. Nem mi. Ha mi csinálnánk, mi nem tudjuk. Nem tudjuk, nem megy, mert nekünk csak annyi jutott, hogy az elefántnek a füle mögött ott van a kisegér, és azt mondja, de jó, mi dübörgünk. Tehát egymás hite által tudunk felbuzdulni. Annyit akartam mondani, hogy amit Gábor mondott, azzal nagyon egyet tudok érteni, meg amit most is mondtál te is, hogy ez, azt hiszem tényleg az együttérzés a kulcs. Tehát, hogy és tényleg, amikor benne vagy, akkor őszintén tényleg nem segít, amikor ilyeneket mondanak, hogy mert hogy tud, hogy Krisztus hit által megy, hogy tudod, persze, hogy tudod, tisztában vagy vele. Sőt, kimondod, megvallod, gyakorlod, stb. De attól még, amikor a tünetek ott vannak, és nem megy el, hittel mondtad ki, mert van, amikor nem megy el rögtön, akkor mi van? Akkor rosszul mondtad, rosszul hittél, rosszul gondoltad, nem tudom, és akkor ilyenkor, hogyha ezt kapod meg még pluszba, akkor ez nem hogy segítene, hanem csak lenyom. Viszont, hogyha olyankor azt kapod, hogy ott áll melletted a másik, és azt mondja, hogy veled vagyok, hogy imádkozok érted, hogy kitartok melletted a hitben, hogy szeretettel vagyok feléd, hogy hiszem, hogy Krisztus meggyógyított, és ezt elmondja neked lehet, hogy 5-6-szor, ahányszor csak kell. De nem azzal, hogy neked ezt most be kéne végre venni, vagy meg kéne értened, hanem az, hogy melléd áll. Akkor az azt hiszem, hogy egy egész más dolog, és az egy igazi segítség. És hogy nem tudom, tehát hogy, és szerintem minden dologra érvényes, tehát most is beszélgetek valakivel, és így mond helyzeteket, hogy miben van, és milyen kihívások vannak előtte, és persze mondom neki, hogy hiszem, hogy Isten ki fogja hozni azokból a dolgokból, amiben van, és hiszem, hogy lesz megoldás az életére, és van megoldás, de nem tudok más tenni, mint mellé állni, és azt mondani, hogy figyelj, szeretlek, ki tudod önteni nekem a szívedet, és elhiszem,
veled együtt hiszek abban, hogy, és amikor elcsüggetsz, akkor megerősítelek abban, hogy ne add fel, mert Krisztusnál ott van a megoldás, és úgy jót tervezett az életedbe. De nem úgy mondom neki, hogy neked ezt most már meg kellene értened. Értitek? Tehát valahol ez az, amit a Gábor mondott, hogy amikor mellé állok a másiknak, és nem pedig kicsit fentről mondom, hogy ezt neked már tudnod kellene, hanem meg mellé állok, megfogom a kezét, átölelem, ha szellemben, akkor úgy, csak úgy tudom, akkor úgy, és azt mondom, hogy itt vagyok veled. És azt mondom neki, hogy nem csak én vagyok veled, hanem ebben a helyzetben az Úr veled van, az Úr együtt érez veled, az Úr ott van, fogja a te kezedet, és alig várja, hogy gyere még közelebb hozzám, mert én ki akarlak, és ki is foglak, megadom a kísértéssel együtt a kimenekedést, és nem engedem, hogy erőn felül kísértessél. Igen. Tehát nekünk az a dolgunk, hogy azt tudatosítsuk, mert tudassuk az emberekkel, hogy ebben a nyomorult helyzetben, amiben most vagy, ebben ott van veled az Úr, és alig várja, hogy levedd magadról a tekintetedet, alig várja, hogy ő rá nézzél, még hogyha nagyon nehéz, akkor is, és tudjad, hogy ő veled van, és szeret. Mert ez az, ami az embereket hitre viszi. A szeretet viszi a hitre az embert. Azt, hogy megmondják, hogy mi nem hiszel eléggé, de semmit nem segít. És annyit akartam csak még mondani, hogy nekem akkor az alatt, a 6 hét alatt egyrészt nagyon sokat segített az a szeretet, amit kaptam emberekten keresztül az Úrtól. Másrészt meg nagyon sokat segített az, hogy igen, nem gyógyultam meg rögtön, jó pár hétbe került, de hogy mindig megmondta előre, hogy mi vár rám, vagy mi lesz a következő időszakban. És hogy ez egy akkora bizonság volt arra, és hogy úgy is történt, hogy tudtam, hogy ott van velem, hogy fogja a kezemet, és hogy nem hagyja, hogy a legrosszabb megtörténjen. És hogy nem is történt meg. Tehát, hogy és ez egy nagyon nagy megerősítés volt, hogy igen, Krisztus ott van velem. És hogy ilyen mondhatnánk azt, hogy miért nem gyógyultam meg 2 nap alatt, meg miért nem 3 nap alatt, nincs rá válaszom. Én onnan közelítem meg a dolgot, hogy a saját orvosom mondta, hogy azokkal az alapdolgokkal, ami nekem van, nekem kórházba kellett volna kerülni, és nem kerültem. Nálam jobb, hogy kevésbé alapproblémákkal rendelkező emberek kerültek kórházba, úgyhogy nem nagyon nehezen jöttek ki. Szóval, és én ebben látom az Istennek a kegyelmét és a megerősítését, hogy végigvitt egy nehéz helyzeten, és kihozott belőle, és nem akarom azt elemezgetni, hogy mit csinálhattam volna jobban, vagy máshogy, hogy rövidebb legyen ez az idő, vagy nem tudom. Értitek? Eszembe jutott egy olyan dolog, valaki mondta, az is egy szolgáló, egy híresebb szolgáló, hogy egy gyülekezeti házat építettek, és megvolt a határidő. A tervezett, hogy mikorra lesz kész, és csúsztak. Nem sikerült. Se a pénz nem jött össze, se az építkezés, emiatt nem jött össze, és hát így hát csúsztak, nem tudom, a 2 év helyett 2,5 év lett, és így abban a fél évben nagyon sok bonyodalom volt, és akkor megkérdeztét, amikor végre sikerült bekötözni, nem frusztrálja, hogy fél évet csúsztak, és mennyi minden, és így ráhányhatja? Nem. Tehát még soha semmit nem csináltam tökéletesen, de itt vagyunk. Ezzel foglalkozom. Tehát, hogy igen, jó lett volna időben megcsinálni, jó lett volna még hamarabb is megcsinálni, de nem frusztrál, legkevésbé sem. Sikerült, itt vagyunk. És tehát, hogy igen, tehát, hogy ha már az embernek nem sikerül úgy, akármi, anyagi élete, a munkája, a párkapcsolata, a gyógyulása, hogy a legjobb, mindig a következőnél a legjobbra törekszem. Tehát ugye ez alap, de azon nem szabad szerintem sem magunkat marcangolni. Még egy igen eszembe jutott itt közben a Zsidók 11-ből, ha már az, hogy amit kapcsolódik, ugye ez a ne dobjátok el a reménységeteket, hogy kit által értjük meg, azt mondja, hogy a világot Isten beszéde által teremtett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő. És ez szerintem ez nem csak erre vonatkozik, a világ teremtésére, hanem szerintem ez egy olyan alapelv, hogy amilyen mozi neked belül megy, azt cselekszed ki meg. Tehát, hogy amit látsz belül, amilyen képed van adott esetben mondjuk egy munkahelyen arról, hogy te mit fogsz ehhez hozzátenni, milyen lesz a következő fél évben a karriered, hogy fogod menni, vagy egy betegséget, ha kiderül, hogy elkaptál, na akkor ebből hogy fogsz kijönni, vagy hogy nem fogsz kijönni. Szerintem, ugye a hitnek, pontosan a reménységnek és a hitnek ez a működési elve, amit itt a szerző elénk tár, hogy
a láthatatlanból jön elő a látható. Tehát, hogy amilyen reménységed, amilyen jövőképed neked van, amilyen identitásod neked van Krisztusban, az meghatározza azt, ahogy te a jövődről gondolkozol. És az alapján fogsz beszélni, az alapján fogsz cselekedni, az alapján fogsz gondolkozni, és ezek létrehoznak egy jövőt. Tehát az embernek valami az a isteni képesség adatot, hogy létrehozza a jövőt. Tehát nem predesztináció van, nem előre megvan írva, és te mész bele, hanem Isten megadta nekünk a teremtésnek a lehetőségét, hogy mi a szavainkkal, a hitünkkel, a cselekedeteinkkel mi alakítjuk az emberiség sorsát, a miénket is, a körülöttünk lévőkét, és így az egész emberiség a sajátját. És szerintem ez... Miközben Isten azért mindent tud előre. Ő tudja előre, hogy te mit fogsz jól, meg nem jól csinálni, de hogy van egy ilyen összefüggés, amit mond, hogy hitáltal fel tudjuk dolgozni, hogy a láthatatlanból jön elő a látható. De hát ez egyszerűbb szinten is így működik, tehát ahhoz, hogy én létrehozzak valamit, ahhoz látom kell fejben, nem véletlen rajzol az ember tervrajzot, vagy gondolja végig, akár csak bárminél. Tehát, hogy egy ebédet is, ha el akarok készíteni, akkor összeírom fejben legalábbis, hogy mi kell hozzá. Tehát látom előre. Na most ugyanígy, én itt ott látom ebben az egészben, de nem csak ebben a gyógyulásban, hanem másban is a kulcsot, hogy, és az én esetemben is sokszor észreveszem, hogy amikor nem működik a dolog, az nem Istennél keresem már a változót, hanem tehát ezt a működési elvet próbálom tudatosítani magamban, és visszatérni, hogy az én Isten hitem az ebben a konkrét szituációban meghatározza a jövőképemet. És ugye szerintem itt fontos az, amit tisztáztatok, hogy nem Istentől jön a rossz, mert hogyha benne vagyok egy nehéz szituációban, de abban az egyben meg tudok állni, hogy Isten szeret, és azt akarja, hogy ebből kijöjje, és én ez alapján építem a jövőképemet, akkor lehetetlen, hogy előbb-utóbb ne botoljak bele a gyógyulásba. Tehát, és a többi egyébbe, igen. És minden egyébbe. Tehát, hogy, és itt van az, amitől személyessé és aktuálissá válik szerintem az egész, hogy engem Isten szeret. Jézus nagyon nagy árat fizetett azért, hogy én az ő teljességébe bele tudjak keresztelkedni, örök szövetséget kössek vele, a teljesség szövetségébe belépjek. Tehát a jelenlegi szituációmban, amikor nem tudom én, anyagilag nem megy, egészségileg nem megy, érzelmileg nem megy, akármi, ez egy pillanatnyi állapot, és lesz egy holnap. És a jövőképemben már el kell szakadjak ettől a ma még húsba vágóan, kínzóan, fájdalmas realitástól, de a jövőmben már nem képzelem ezt bele. Tehát már nem kötöm magamhoz, hogy én, ha belegondolok, hogy fél év múlva hogy leszek, akkor már nem úgy látom, hogy fél év múlva is anyagilag fogok küszködni, beteg leszek, egyedül leszek, magányos leszek, stb., hanem mivel velem az Isten, és ad új lehetőségeket, itt áll mellettem, fogja a kezem, vezet, szól, ha ezt elrontom, szól holnap is, azt hát, ha már jól, de ha ötödikre se teszem meg, akkor hatodikat is szólni fog, és mivel ez a jövőképen van, ebből a láthatatlanból létrejön előbb-utóbb maga a valóság. Ez is valóság, csak a kézzel fogható része. Lali? Hát én csak így hallgattam így a dolgokat. Hát azt mondom, hogy a betegség, hogy kitől jön. De most nekem így eszembe, hát így, én azt mondom, hogy nem van ez a mondás, hogy ami elromolhat, az el is romlik. Dicsőség az. Igen. Akkor mi 1 Korintus 15:53, mikor azt mondja, mikor ott, hogy ez a romlandó test egy szempillantás alá dicsőséges testé válik. Változik át. Ugye? Romlandó. Azt mondja, ami elromlik. Most az, hogy valakinek megfájdul a feje, vagy jön egy betegség, vagy jön egy nátha, én szerintem ez azért van, mert ez nem egy tökéletes test. Nem mi nem vagyunk tökéletesek, hanem maga a test. Mert akkor
nem kéne egy szempillantás alatt átváltozni. És ez a test, ez egy gyenge, ami el is romolhat. És hát van egy utunk, van egy ilyen gondolatom, az egyik barátommal beszéltem, akivel Hollandiába ért, hogy ez olyan, hogyha kapunk egy autót, és ezzel ki kell mennünk, ez egy példázat, hogyha ezzel ki kell mennünk külföldre, jó messzire, na most ez az autó, ha nincs karbantartva, ez az autóban nincs olajcsere, ez el is romolhat az út közben. De akkor betoljuk egy szervízbe, és meg kell csinálni. De erre azért nekünk is ugyanúgy meg kell figyelni ezeket a dolgokat, hogy igenis erre a testünkre vigyáznunk kell, ez egy romlandó. És hogyha netán elromlik, vagyis egy betegség jön, akkor ott van még Jézus, aki jön, mint szerelő, és megjavítja ezeket a dolgokat, mert hogy és akkor jön akkor az a rész is, hogy kinek mekkora hite. Igen, rengeteg részen azt mondjuk, hogy a hite által gyógyult meg, legyen a te hited szerint, és akkor hát végül is a hitet tisztisznek jelenti, ami bizalomna, nem is azt mondom, hogy hite, nem kell bizalmunk legyen a gyógyulásban. De hát én mindig azt szoktam, vagyis hogyha milyen hited van, vagy bármilyen, inkább azt mondom, hogy ne arra koncentrálj, hogy milyen hited van, hanem arra koncentrálj, hogy mikor beleszúrták a szöget a Jézus tenyerébe, kifolyt a vér. És utána, hogyha melyik számít többet, hogy a te hited, számít a te hited, csak arra gondolj, hogy abba a vérbe, ne is a te gyógy, hanem abba a vérbe, hogy kifolyt a Jézus vére. És ebben a vérben van a gyógyulásunk, és az megtörtént. És utána az, ha hiszed, ha nem, akkor is megtörtént. És akkor már, hogyha te ezt így elhiszed, hogy megtörtént a Jézus vére, hogy kifolyt, akkor ezáltal a te hited nem azt kérdezi, hogy most meggyógyul, hanem az, hogy a Jézus vérében már ott van a gyógyulás. Az Atya ővel együtt tényleg mindent oda ajándékozott. És igazából az a kérdés, hogy mennyire akarjuk, és mennyire vagyunk hajlandóak elhinni, és arra fordítani a figyelmünket, hogy ez már megvan, hogy ezt Isten odaadta, hogy az Isten tényleg ennyire szeret. Hogy az Isten tényleg teljesen igazzá nyilvánított. Hogy ez tényleg elvégeztetett. És nekünk, ahogy erről beszéltünk is, meg a Biblia is így beszél, hogy ti Isten gyerekei vagytok, szeretett gyerekei vagytok, ezért nektek nem nehéz ebben hinnetek, hanem ez már a tiétek. Tehát az igazi feladat és az igazi kulcs az, hogy a magunk figyelmét is, a magunk életérzését is, a saját magunkkal és a tünetekkel és a körülményekről oda fordítsuk az Isten szeretetéhez. És az Isten szeretete leginkább és legjobban a kereszten mutatkozott meg. És akkor én befejezős felolvasnám ezt az igét, amiről idáig beszéltünk, hogy a végére legalább legyen ott. Azt mondja, ne dobjátok el a bizodalmatokat, mert annak nagy jutalma van. Mert békességes tűrésre van szükségetek. Előfordul, hogy sokáig kell tűrni. Hogy miközben az Isten akaratát cselekszitek, elnyeritek az ígéretet. Hát ezt nem azt mondja, hogy vagy elnyeritek, vagy nem, hanem kitartotok, és elnyeritek az ígéretet. Mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljő és nem késik. És az igaz Jézus visszajövetelére is, de igaz ez minden egyéb dologra, amiben erőn felül nem engedi, hogy mi kísértessünk, és megadja a kimenekedést is. De a közösségbe, a kapcsolatba, abba ő hív minket. És Istennek a legfőbb célja a közösség, a kapcsolat, mert egy szerelmes Isten is velünk akar lenni. Az én igaz emberem, mondja itt tovább, az ő hite által élni fog. A hit az nem a teljesítmény, a hit az egy bizalom, az a hűséggé érett bizalom, ami összekapcsolódik Istennel. És az én cadikom, az én igaz emberem, amikor összekapcsolódik velem, vagyis hisz, akkor abból élni fog. És aki meghátrál, azt mondja, azt utálni fogom. De nem ezt mondja, hál' Istennek. Hanem csak azt mondja, hogy aki meghátrál, abban nem gyönyörködik az én lelkem. Azt se utálom, azt se utasítom el, aki éppen meghátrál, vagy elesik, mert ha hitetlenkedünk, és ő hűséges marad, önmagát nem tagadja meg. De nem gyönyörködik. Tehát nem a jó, kedves és tökéletes akarata az, amikor valaki meghátrál. De még itt is jön a bátorítás. Mi nem vagyunk a meghátrálásnak az emberei. Nem olyan szellem van bennünk, amelyik meghátrál, hanem a nagyobb van bennünk, mint aki a világban van. Nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk,
hanem a hit, a hűségi élet bizalom emberei vagyunk azért, hogy megnyerjük azt az életet, amit Isten nekünk készített és nekünk ajándékozott. Hát magam részéről ezzel zárnám ezt a mostani beszélgetést. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos dolgokról beszéltünk, és nyilván még egy csomó-csomó minden van, amiről majd még fogunk is beszélni, és remélem, hogy a jövő héten már személyesen folytatjuk.